Hello, Bello! Sziasztok! Covidos vagyok. Hatodik nap? Ez a hatodik nap? De ez hogy számolod, hogy ez hat? Én is értem. Én sem, szerintem mert sem. Az előző sokkal... hogy volt öt? Az előzőben már belebonyolottál, hogy igen. Ez a nyolcadik nap? Vagy... De ha ez a hatodik napon, mit kell csinálni a hatodik napon? Az megvan? Nem? Meg kell nézni, hogy nem-e vagy klón itt a szemed alatt, ha vannak pontok. Nem láttad Schwarzenegger film? Klón? Mi? Hatodik napon, üsd be Google-ba. Nem. Na mindegy. Menjünk kávét tesztelni. Ám már titkos vagy nem, de... Mintha éreznék kávészakszerű valami bűzt. Ha. Meg az édeset egyre erősebben érzem. Hű, ez ennyire édes? Hát, pedig még nem fogyott el a green tea. Az amúgy fél volt, nem? Én nem szeretem, te meg igen. Akkor nem hasz ki nekem mindenkább. Megcsinálhatjuk, de... De most már van egy olyan. Majd azt megiszod. Ja. Mai nap szerintem kaján van. A hajadat kiszőkítő polozzuk? Nem, ne? Ma nem. Majd a hajamat talán ma levágom, ez hány napja húzódik? Majd a hajam? Az utolsó előtti napon, nem? Az én hajam mikor? És addig mosogatom. Ajajajajajaj. Megint nem lesz idő semmire, csak edzeni. Én már érzem. De te hogy edzesz át egy napot? Ilyen sokáig tart. Dupla felső test megy. Ja, keménynek kell lenni. És mutasd meg, van gumb! Ja, és egyébként ott kint, mert létezik a kinti világ. Én rájöttem, hogy ha ezt itt fölhúzom, a redőnyt, akkor kint van világ, de ez nagyon nem érdekel, csak van hó is. Hát minek a BMW, ha nem hóba? Mi ez a fehér? Hogy... Ja, nagy a fény. De legalább belóvadó hó, meg nem szép nagy, mert akkor az tényleg gyengusz lenne. Miért nincs élesség ennek? Mit fújtál, mert érzek illatokat? De zubor. Érzek valami illatot. Ezt? Fekete. Tök érzem. Na, majd leszedem a ruhákat. Addig kipakolok alatta. Várjál, össze le kell szednem a ruhákat. Jó, addig csinálom, majd én kipakolom. És akkor utána ide ki tudjuk húzni az ágyat, hogy kitakarítsunk alatta. Na, hogy a takarítás. Mennyivel más, most már mindenhol ki van porszívózva. Csak most meg össze kéne rakni a lakást, hogy tudjunk már reggelizni, nem? Jó, a retek az megeszt minket, minden alatt retek van. Na, hát ezeket csak kedi föl, de hogy megfulladok a portól. Az is valami szellem. Telefon kezd beleőrülni a karanténba. Jó étvágyat. Megeszem végre ezt a lehet, hogy romlott. De most már kezdek ízeket érezni, mert meg mi volt az, citronella olaj? Vagy mi? Annak is érzem a szagát. Ezzel se kell levágni a hajamat, mert már itt két napja töltve van, de nem lehet bekapcsolni, se töltőn, se töltő nélkül. Csak az edzés ne lenne ennyire unalmas. Mai menü. Csirkecomb sütve, csak lusta voltam berakni, abban már nincs idő, ugye? Nincs idő. Viszont vannak ízek, meg szagok, mert mintha a kávénak is lenne szaga, meg íze, szóval olyan szar kávéízt is érzek, nem csak ezt az édeset. Meg, miközben takarítottunk ma, ugye észrevettem virágokat. Jó étvágyat. Legalább van, aki egész nap eszik. Végre rájöttem, hogy hol lehet ezt a szüzét szétszedni. Ugye ide kellett belenyúlni és szétfeszegetni. Itt ez a guminak a tetején. És akkor végre le lehetett pattintani. Most az aksihoz el kéne jutni, de az ide bele van rendesen csomagolva, ahogy látom. Ezt még innét ki kéne szedni. Ezek itt torxok, vagy milyen csavarok ezek? De nehéz dolog ez a hajvágás, de tényleg. Milyen belső kulcsnyilású eszköz ez? Még jó, hogy 100 éve van egy ilyen pici műszerész torx csavarhúzó készletem, úgyhogy kijöttek ezek a csavarok, úgyhogy most itt lehet feszegetni talán ezt a fehér vackot. Belenyúltam késsel. Meg ide, meg a túloldalon is van ilyen, ide. Ezt is egy késsel. Úgy néz ki, hogy nyílik. Aha. Ilyen nem lehet, hogy van.
sima 750-es Nikkel Metal Hydrid 100 éves aksik. Ezt kéne kicserélni. Most csak egy két oldalúval bele van ragasztva, de lehet innét vágni. Megmérjük. Most a fura az egészben, hogy műszer szerint jó, hogy nem is az aksival van gond, hanem töltő elektronikás, mert a kettő együtt is, de külön is megvan az 1-4, szóval föl van töltve, mégse indul el. Hogy ilyenkor mi van? Ilyenkor az, hogy árammérés, és egy rövidzárási áramot cellánként meg kell mérni, csak hát ezt nem tudom megmutatni. Hát 3-3 amper, szóval el kéne, hogy tudjon indítani egy ilyen kis nyavajás motort. Úgyhogy most azt kéne megpróbálni, hogy megmérni a cella feszeket, vagy ott a kapocs feszt, és akkor elindítani, hogy akkor leseggel, vagy ilyenkor mi történik vele. Mondjuk ez eléggé szorul, szóval azt lehet, hogy meg kéne olajozni, hogy ez könnyebben mozogjon, mert ugye így be is lehet kapcsolni. De elég hamar le fog merülni, azt ugye ismerjük, hogy kell bele azért aksit cserélni, ha már idáig szétszedtük. Na itt, ha bekapcsolom, akkor most már mutatja is, hogy lemerült, egy kicsit kézzel terhetem, szóval, hogy elég hamar lesültek ezek az aksik. Úgyis már ilyen mókolt, meg innentől kezdve be fog ázni, ezért fogtam és itt kicsiptem csípőfogóval, és oda szépen rá lesz forra, szóval csak azt mondtam, ebben nem férne-e bele a sima. De nem, mert hogy miért kellett ilyen picike burkolatot rátenni? Hogy nehogy véletlenül beleférjen a kétás cerka, csak ez a háromás kis pici vacak franc bele. Ugye az aksik nem nagyon szeretik a forrazgatják őket, de egy nagyon gyors módszere megkaparva, aztán egy nagyon jó minőségű folyatószerrel megkenve, oda pöttyintettem, most pedig ide kéne rápöttyinteni, de itt is úgy lesz szerintem, hogy hát nem tudom, így kéne ezt ide beforrasztani. Igazából, ez mennyire fog sikerülni, ezt nem tudom. Szerintem ide vezetékeket kéne tenni, hogy ne kelljen sokáig melegíteni az aksit, mert háromásban csak ezeket találtam, jó kis heneloppok. Vagyis hát sikerül ezt így ráforrasztani. Ész is van, aztán majd meglátjuk, hogy ezt most mennyire lehet föltölteni, mennyire lehet összerakni, mennyire indul el. Tölteni úgy néz ki, tölti. Közben kész a kaja, egész jól néz ki. Érzek valamennyi illatot, remélem ízt is lassan, mert hát ha lejár a karantén, azért a Jack Danielsot el kell, hogy fogyasszam végre élvezettel. Végre működik. Úgyhogy vághatom le a hajam, el se hiszem. De jó, jó lesz. El se hiszem, sikerült levágni a hajamat, hát most a festésre nem bajlódunk, de végre itt oldalt nincs. Hát ennyi volt a mai Covidos vagyok vlog. Nem tudom hányadik nap. 6. Sosem lesz vége. Iratkozzatok fel. Hello, bello.